Az ifjabb J.C. Watts oklahomai törvényhozó 1995 és 2002 között szolgálta hazáját a képviselőházban. Életét a konzervativizmusnak szentelte, és a republikánus párt legfelsőbb vezetőségébe emelkedett. Ön egy nagyon befolyásos pozícióba került a képviselőházban. Hányadik is volt? A negyedik voltam, a republikánus többségben. És mégis kiszállt? Távoztam, mert a kezdetekkor csak három indulást terveztem, de négy lett belőle. Tudtam, hogy nem egészséges, ha az embernek minden nap elmondják, hogy milyen csodálatos és mennyire jól csinálja. A végén még el is hiszi az ember, hogy ez mindig az. Ezt meghiszem. Tényleg, milyen jó is vagyok. De valójában soha senki nem tud teljesen olyan lenni. J.C. vidéken, Oklahomában nőtt fel egy keresztény családban. Jó sportoló volt, annyira jó, hogy kezdő hátvédként játszott az Oklahomai Egyetem foci csapatában, és kétszer juttat el csapatát az Orange Bowl győzelemig. Ám megismerte a rasszizmust is. Gyermekként nem volt szabad a városi uszodában úsznia, és a moziban és csak az erkélyre ülhetett. Mindezek az igazságtalanságok nem tartották vissza szüleit attól, hogy fiúkat értékrendre és hitre neveljék, ami még mindig irányítja őt abban, amit tesz vagy mond. Mindent, amit elértem, először is a hitemnek köszönhetek. Másodszor a szüleimnek, akik igazi, régi módi szülők voltak. Azt mondták, hogy iskolába megyek, és nem csak oda megyek, hanem kulturáltan is fogok viselkedni. Az édesapja rendőrtiszt volt. Rendőrtiszt volt, és szolgált az egyházban is. Letartóztatta a bűnözőket, és megtérítette őket. Ezt önnel is megtette? Igen. Így van, vasárnap a Biblia iskolában volt a helyünk. A Watts vezetéknévvel mindenki jobban tette, ha útra kelt a vasárnapi iskolába. Szóval hit, család és az oklahomai vidéki élet értékrendje. J.C. 5 évet játszott a kanadai futballligában, ezután egy 6 jegyű fizetést hagyva maga mögött visszavonult és elment ifjúsági pásztornak heti $300. Tehát Jézus Krisztuson keresztül igazi kapcsolatban van Istennel. Mióta is van ez így? Volt egy fordulópont? Ifjúsági pásztorként, mert 1987-ben elmentem ifjúsági pásztornak, és 1988-ban ifjúsági pásztorként fogadtam be Jézus Krisztust. Ezek szerint anélkül csatlakozott a gyülekezethez ifjúsági pásztorként, hogy személyesen ismerte volna Jézus Krisztust? Igen. Hát ez érdekes, szóval csak ezután lett az Úr követője. Ez hogyan történt? Nos, hát úgy, ahogyan sokan mások, a hitemet a gyülekezeti munkába helyezte. Tehát magába a szervezetbe? Igen, a szervezetbe. Sok mindent kipipálhattam így. Egyszer egy ember jött prédikálni a gyülekezetbe, és ez nagyon megérintett. Úgy beszélt, mintha csak is nekem beszélt volna. Felszólított bennünket, hogy gondoljuk végig, mire irányul a hitünk. Az az igazság, hogy annak ellenére, hogy egy pásztor házában nőttem fel, még soha nem adtam át magamat Jézusnak. De aznap este, amikor hazamentem, ezen nagyon elgondolkoztam, és felhívtam a pásztoromat, aki egyébként egy nagyon jó barátom, úgy hívják, hogy Joe Lucas. Mondtam neki, hogy ezt az egészet jól összekevertem, és aztán elmondtam a megtérő imát. És másodszor is alámerítkeztem, de ezúttal már működött. Szóval így történt mindez 1988-ban. Az Úrban bízva kezdek bele a következő kérdésembe. Mi a helyzet a politikával? Feltételezem, hogy Isten vezetett bele a politikába. 1981-ben, amikor befejeztem az Oklahomai Egyetemet, úgy éreztem, hogy szeretnék egy darabig közszolgálatban állni, de őszintén mondom önnek, soha nem gondoltam volna, hogy a kongresszusba kötök ki. Ön volt az első fekete képviselő az addigi 100-valahány évben. Valóban, a polgárháború óta az észak-dél határvonal déli oldaláról én voltam az első fekete republikánus delegált a kongresszusban. Egy kis kutatást végeztem az ön életével kapcsolatban, és eléggé furcsának tűnik az egész.
Végül is, ön egy fekete republikánus. Én ezt úgy látom, hogy olyan republikánus vagyok, aki történetesen fekete. 1989-ben, amikor demokratából republikánus lettem, Isten a tanúm rá, hogy a véleményem semmit sem változott azzal kapcsolatban, hogy a házasság egy férfi és egy nő szövetsége, vagy a faji előítéletekről. Ez Istentől van. Ő alkotta önt fehérnek, engem pedig feketének, és nagyon is tudta, hogy mit csinál. Egy vér. Pontosan egy vér. És mi a helyzet J.C. Watson mostanában? Még mindig jelen van Washingtonban, olyan üzletember, aki körül mindig történik valami. Mit tartogat a jövő? Esetleg visszatér még a politikába? Hogyan szeretne hatással lenni a világra, amiben él? Nos, nincs indítatásom arra, hogy visszatérjek a politikába. Ez nincs a legfontosabb terveim között, mielőtt meghalok. Mindezzel együtt az is lehet, hogy visszatérek jövőre, vagy 10 év múlva, de nem vágyom rá. 12 évig a frontvonalon voltam, ebből 4-et állami szinten, 8-at pedig országos szinten. Az igazság az, hogy nem hiszem, hogy szükségem van a tiszteletreméltó megszólításra a nevem elé ahhoz, hogy tegyek valamit. Úgy gondolom, hogy az ember ott növekedik, ahová Isten ülteti. Én remélem, hogy most is fejlődök a keresztény hitemben. Ennek kellene lennie a legfontosabb feladatunknak az életben. Úgy gondolom, hogy ez úgy lehetséges, hogyha közeli viszonyba kerülünk Jézussal, és hogyha kitartóan, minden nap imában elé visszük a dolgainkat. Szilárd meggyőződésem, hogy végül minden a helyére fog kerülni, hogyha Krisztus szellemében imádkozok, bőjtölök és adakozok, és mindent, amit teszek, az ő dicsőségére teszem.